Az emberek közel 5%-a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű vagy queer, vagyis LMBTQ ember. Ez azt jelenti, hogy minden iskolai osztályban nagy valószínűséggel legalább egy ember az, lehet, hogy a te gyereked is. Régóta kutatják, mi okozza a többségtől eltérő szexuális orientációt. Több magyarázat is létezik, az örökléstől a hormonokon át a környezeti hatásokig, ám mindegyik bizonytalan és vitatott. Azt azonban már megállapították a tudósok, hogy ha egy egypetélyű ikerpár egyik tagja meleg, akkor 20-50% az esélye annak, hogy a másik is az. Ez jóval magasabb, mint a nem egypetélyű ikrek esetében. A kutatók már több mint 1500 állatfajnál is megfigyelték a homoszexualitás jelenségét. Olyan állatokról van szó egyebek mellett, mint a törpepapagáj, a palackorú delfin, a zsiráf, a juh vagy a bonobó majmok. Az LMBTQ mozgalom egyik legjelentősebb eseménye a Stonewall lázadás. 1969. június 27-én a New Yorki Stonewall Inn nevű bárnak a vendégei és alkalmazottai visszavágtak a rendőröknek, akik őket zaklatták. Azóta erre emlékezik a világ összes Pride felvonulása. A szivárványzászló az egyik legismertebb LMBTQ szimbólum. Legelőször az 1978-as San Franciscói Pride-on használták, és Gilbert Baker művész alkotta meg. Eredetileg 8 színből állt, jelenleg piros, narancssárga, sárga, zöld, kék és lila színekből áll. A meleg szót régóta használják ebben az értelemben. Eredete vitatott, valószínűleg a német nyelvből származik. Magyarországon először 1908-ban írták le ezzel a tartalommal, bár akkor még leginkább nőkre használták. A közösségen belül a 70-es, 80-as években terjedt el széles körűen. A leszbikus kifejezés a nők iránt vonzódó nőket jelöli. A kifejezés a görögországi Lesbos szigetére utal. Itt élt az időszámításon költi 7.-6. században az a Szaffó nevű költőnő, aki nők közé is írt szerelmes verseket. A homoszexualitás és a heteroszexualitás kifejezéseket egy osztrák-magyar író, költő, műfordító, Kedveni Károly alkotta meg. Legelőször egy 1868-as levelében, majd később két nyilvános, bár névtelenül megjelent pamfletben írta le. A kifejezést a közösség ma már nemigen használja, mert orvosi jellegű. A történelem során számos híresség volt mai kifejezéssel élve leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű vagy queer ember. Jelentős részüket megkurcolták ezért. Oscar Wilde írót például börtönbüntetésre ítélték, Alan Turing matematikust és kódfejtőt pedig kémiai kasztrációra kényszerítették. Kevésbé ismert, hogy a náci koncentrációs táborokban leszbikus és meleg foglyok is voltak. A meleg férfiakat lefelé fordított rózsaszín háromszöggel, a leszbikusokat pedig fekete háromszöggel jelölték meg. Később, a 70-es években a mozgalom megfordította ezt a jelképet, és a csúcsával felfelé állított rózsaszín háromszög lett az egyik legfontosabb LMBTQ szimbólum. A kamaszköri öngyilkosság, illetve annak kísérlete négyszer gyakoribb LMBTQ fiataloknál, mint másoknál. Ennek az oka az, hogy sokukat kirekesztik vagy megszégyenítik a családjukban, illetve az iskolai környezetben. Budapesten 1993-ban rendeztek első alkalommal leszbikus és meleg filmfesztivált. Az első Pride felvonulásra 1997-ben került sor, amelyet azóta is minden évben megtartanak. 2015-ben a 20. Budapest Pride Fesztivált ünnepelhettük. A világ számos országában az azonos nemű párok bejegyzett éltársi kapcsolatot köthetnek. Magyarországon erre 2009 óta van lehetőség. A házassággal ellentétben az azonos nemű párok azonban nem fogadhatnak közösen örökbe gyermeket, nem élhetnek a mesterséges megtermékenyítéssel, és nem vehetnek fel közös élettársi nevet. Jelenleg 2015 nyarán a világ 19 országában házasodhatnak az azonos nemű párok. Hollandiában, Luxemburgban, Belgiumban, Portugáliában, Spanyolországban, Norvégiában, Svédországban, Dániában, Izlandon, Írországban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Kanadában, az Amerikai Egyesült Államokban, Argentínában, Brazíliában, Uruguayban, a Dél-Afrikai Köztársaságban és Új-Zélandon.